több mint 2,5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból megújul 2025 nyaráig a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közgazdasági technikuma. Ceglédi Gyula elmondta, hogy az 1890-es években épült polgári iskola falain látszik az idő. Viszont a polgármester örül, hogy Hajdúszoboszló egyik ikonikus épülete megújulhat, így továbbra is magas színvonalú oktatói munkát végezhetnek az intézményben. Aki iskolát épít, az a jövőt építi. Ez az iskola nagyon régen megépült, hiszen az 1890-es években épült, látszanak az ódon falai, és hát látszik az idő vasfoga is már ezen az épületen. Örömünkre szolgál, hogy eljött az az idő sok évtized után, hogy végre ez az iskola, ez az intézmény is megújulhat. Itt Hajdúszoboszló városában nem sok olyan ikonikus épület van, mint ez az épület, hiszen amikor a 19. század végén, a 20. század elejére megépült ez a úgynevezett polgári iskolaként létesült épület, bizony akkoriban tudjuk jól, hogy az Magyarország egyik virágkora volt, hiszen nagyon sok épület létesítmény épült ebben az időszakban. Aztán a történelem viharai során, a II. Világháború után 1947-től ez az épület a gimnáziumnak adott otthont, majd amikor 1964-ben a Rákóczi utcán az új épület felépült, akkor utána itt továbbra is a szakképzés maradt a fő profilja ennek az épületnek, és ez egész sokáig tartott, egészen 1971-ben, amikor egy új profilt vett föl a közgazdasági szakképzést, és 1973-ban már önálló intézményként működött ez az iskola. Rendkívüli módon örülünk annak, hogy elérkezett ez a pillanat, hiszen legutóbb a Bocskai Szakképzőiskolának a felújítása volt, talán egy évvel ezelőtt volt az átadási ünnepség, és most itt van a következő intézményünk felújítása is megkezdődik. Ez a 2,5 milliárd forint, ez hatalmas összeg, ami arra lesz alkalmas, hogy teljes egészében ez az ikonikus épülete megújuljon Hajdúszoboszlónak. Szerintem ez egy nagyszerű közös munkának az eredménye, mind a Magyarország kormány, mint pedig a szakképzési centrum idejé látta, hogy elérkezett az ideje ennek az épületnek a megújításához, és reméljük, hogy még hosszú évtizedeken keresztül az oktatás ügyét fogja itt Hajdúszoboszlón szolgálni. Erre büszkék vagyunk, hiszen ha korszerű, új 21. századi feltételeket tudunk biztosítani a diákjainknak, akár a hajdúszoboszlóiaknak, akár a környékbeli kisebb településeknek, akkor nagy az esélye annak, hogy itt az oktatásnak ez a módja fent tud maradni, a szakképzés, és nyilván ez a város megtartó erejét is erősen tudja, vagy erősíteni tudja, hiszen Hajdúszoboszló is, itt vagyunk a közelünkben, Debrecennek a hatalmas elszívó ereje már most is mutatkozik, és nyilván később a fejlesztések révén még tovább fog erősödni, de nyilván nekünk fontos, hogy a helyi gyerekek, a környékbeli kis települések gyermekei itt otthonra találjanak, megtalálják azt a szakképzési formát, amivel itt szakmához jutnak, biztos megélhetéshez és letelepedéshez tudnak a városunkba jutni. Aki iskolát épít, a jövőt építi. Aki iskolát fejleszt, a jövőt fejleszti. Érzik ennek a súlyát a mai diákok? Szerintem igen. Én ahogy látom, nagyon értelmes, okos fiatalok járnak ide. Már amikor jöttünk be, amikor fogadtak bennünket erre az átadási ünnepségre is, látszott, hogy nyílt tekintetű, őszinte tekintetű fiatalok járnak ebbe az intézménybe, és ez nagyon fontos. Ők biztos, hogy tudják, látják ennek az értékét, hiszen a közgazdasági vonalon tanulnak, és akinek az alapjai megvannak a közgazdaságtanból, azok látják azt, hogy mit jelent az, hogyha valami fejlődik, fejlesztve van. Tehát igen, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megérdemlik a fiatalok, hogy egy szép új modern környezetbe tanulhassanak a jövőt illetően. Megújul a hajdúszoboszlói közgáz. Ez egy rövid mondat, de a tartalom az bizony, azt gondolom, hogy olyan mértékű és olyan lehetőségeket hordoz magában, amire példa sem volt talán.
kell ez nekünk? Jó lesz ez nekünk? Mire jutunk vele? Ilyenkor azért a kérdések megfogalmazódnak, de a válaszok szerintem egészen egyértelműek. A Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola város ikonikus intézménye, és amikor itt érkeztünk, rövid közvéleménykutatást tartottam az egyébként nagyon kedves, udvarias, felkészített diákok körében, hogy honnan is tetszettek jönni. Volt néhány hajdúszoboszlói, de volt nádudvari, kabai, és ez lényegében bebizonyítja az iskola küldetését is, hogy nem csak Hajdúszoboszlónak tanít ez az iskola, hanem a környező településeknek is. Ez bizony nagyon jól van így, hiszen ennek a térségnek is szüksége van azokra a szakemberekre, akik itt végeznek, mert hogy ezeknek a településeknek is szüksége van fejlődésre. És amikor végig gondoljuk, hogy vajon melyik iskolát is érdemes most választani, hát a közgazdasági tudományok, a turisztika, az informatika, az mindenképpen jó irány. Látjuk, hogy Kelet-Magyarországon nagyon sok minden fejlődik. Ahhoz, hogy ez kiteljesedhessen, kellenek ezek a szakemberek, akik ezen a területen hozzá tudják tenni a tudásukat. És hogy jó ez Hajdúszoboszlónak? Hát hogy ne lenne jó? Gondoljunk csak bele, hogy nem kell elutazni esetleg távolabbi városokba tanulni. A környező települések diákjai ide járnak középiskolába, esetleg itt találnak később munkahelyet, esetleg itt telepednek le, vagyis mindenképpen gazdagabbak leszünk. De vissza is tudunk segíteni, mert hogy ezek a szakemberek, akik itt végeznek, és legyenek akár hajdúszoboszlói lakosok, bizony a nádudvari nagyobb üzemeknek, vagy Kabán, vagy bárhol másutt is óriási segítséget nyújtanak, mert a jó szakember az ugye drága kincs, tudjuk nagyon jól. Én azt gondolom, hogy a hajdúszoboszlóiakban is nagyon sok elképzelés van arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne a városnak még előre menni, hogyan lehetne fejlődnie, hogyan lehetne még inkább kihasználni a lehetőségeket. Egy biztos, hogyha van egy olyan fiatalság, akire jövőt lehet építeni, akkor annak a városnak van jövője. És hogyha erre az iskolára nézünk, akkor biztos, hogy ilyen fiatalokkal találkozhatunk. Magyarország kormánya 2010 óta folyamatosan dolgozott azon, hogy minél több iskolát fel tudjon újítani, legyen szó kisebb vagy nagyobb településekről. Hogyha kisebb településekre ellátogatunk, akkor azt láthatjuk, hogy a Magyar Falu Program révén számos intézmény tudott megújulni, és öröm látni azt is, hogy sok nagyvárosban jelentős intézmények, olyan intézmények, amelyekre büszke az adott település, ahova nagyon sokan jelentkeznek, a megújulás útjára tudott lépni. Most ezt tapasztalhatjuk itt Hajdúszoboszlón is, egy régi épület fog új köntöst kapni, és azt gondolom, hogy ez a beruházás tulajdonképpen azt üzeni, hogy egy jó iskolába tudnak járni a gyerekek a jövőben, egy olyan iskolában, amely biztos megélhetést fog jelenteni számukra. Hogyha ennek az iskolának a képzési palettájára tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy csupa olyan szakkal foglalkoznak, olyan területekkel foglalkoznak, amelyekre van piaci igény, és az fontos, hogy ennek a infrastruktúrális keretei is meglegyenek. Örömteli ezért, hogy ez a beruházás most itt elindulhat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azon lesz, hogy minél inkább minőségi, energiatakarékos módon jöjjön létre a fejlesztés. Gratulálni szeretnék polgármester úrnak ahhoz, hogy ez a fejlesztés itt tudott megvalósulni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény a városnak, és azt mutatja, hogy nem csak a kormányzat, hanem az önkormányzat, a helyi szereplők is hisznek az itteni fiatalokban, a térségből származó fiatalokban, és azt a jövőt kínálja a számukra, hogy itt alapozzák meg a jövőjüket. Biztosak lehetünk abban, hogy azok, akik ide járnak, azok kötődni fognak ehhez a térséghez, kötődni fognak a városhoz, és túl a szakmai képzésen ez egyfajta lokálpatrióta szívnek a megerősödését is magával hozhatja. Mi hajdúszoboszlóiak nagyon vártuk már ezt a fejlesztést, viszont ön, amikor belépett ide az iskolába, érezte azt, hogy igen, ez az iskola megérdemli? Amikor megérkeztem, akkor egy fiatallal beszélgettem, aki elmondta, hogy egyrészt nagyon büszke arra, hogy ebbe az intézménybe jár. Vissza is kérdeztem, hogy ezt őszintén mondja, és nagyon nagy meggyőződéssel számolt be arról, hogy örül, hogy ennek a közösségnek a tagja. Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy az itteni fiatalok egyrészt jó képzésben részesülnek, másrészt pedig vallják azt, hogy ezen intézmény révén a jövő az elérhető lehetőséget fog adni számukra. Mi azon fogunk dolgozni, hogy ez minél inkább valósággá tudjon válni. Olyan fejlesztést próbálunk megvalósítani itt közösen, ami egészen biztos, hogy a szakképzés jövőjét hosszú időre meghatározza. Ezért is hisszük mi, nagyon komolyan hisszük,
hogy 2024 a szakképzés fejlesztés éve lesz. Mire alapozzuk ezt a hitünket? Egyrészt arra, hogy ez a projekt, aminek itt most a nyitó rendezvényén vagyunk, országos szinten mintegy 96 milliárd forintot ölel fel, és ebből 18 szakképzési centrum 34 intézménye tud megújulni, és ráadásul úgy, hogy hetet teljesen újat építünk. Mondhatjuk, hogy óriási fába vágtuk a fejszénket, de hogyha tényleg hiszünk abban, hogy azok az összetartó erők, amiről itt már többen előttem megemlékeztek, amelyek segítik nem csak ennek a projektnek, hanem az egész szakképzésnek a jövőjét, akkor biztos vagyok benne, hogy valóban ez a szakképzés fejlesztésének éve lesz. Mert akkor, amikor egy épületet fejlesztünk, akkor nem feledkezhetünk el arról, hogy egyébként kik és mik vannak ebbe az épületbe. Itt polgármester úr kitért a történelmi áttekintésre, ami jól mutatta, hogy egy olyan intézményben vagyunk, amely mindig képes volt a megújulásra. Miközben az ikonikus épület a hagyományokra épít, és ebből mögött nem lehet elmenni, emellett nem lehet elmenni, a benne lévők, az oktatók, a diákok mindig meg tudtak újulni. Nem csak azzal, hogy a kor szellemének megfelelően új szakmákat vezettek be, hanem azzal is, hogy közösséget építettek. Mert hogy ezekből a közösségekből lesz majd az az erő, amely valóban egy-egy ilyen összefogásnál tudja segíteni a munkát. A szakképzés kulcsszerepet játszik abban, hogy a tanulók számára vonzó karrier lehetőséget, biztos egzisztenciát és magas jövedelmet nyújtó állások, tevékenységek a tanulmányaik révén elérhetőek legyenek. A magyar kormány bízik a fiatalokban. Szükség van rájuk, hiszen a szakképzett szakemberek számának növekedése egyértelműen segíti a foglalkoztatás növelését, mely az ország számára a gazdasági növekedés és egyben a társadalmi felzárkózás záloga is. A szakképzés hozzájárul tovább a vállalati teljesítmény, a versenyképesség javulásához, és segítheti a kutatást, innovációt is. A 2020-tól megújult szakképzés előnyeinek felismerését, a szakmaszerzés jelentőségének felértékelődését egyértelműen mutatják a folyamatosan emelkedő szakképzési beiskolázási adatok. Évről évre egyre több jó tanulmányi eredménye rendelkező diák választja a szakképzést. Az új rendszer indulása óta eltelt időszak tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy a változások minden érintett vállalatok, tanulók, oktatók és szülők számára pozitív hozadékkal jártak. A szakképzési intézmény hálózat folyamatos megújítása kiemelt jelentőséggel bír, a megfelelő tanulási környezet biztosítása, illetve a minőségi oktatás támogatása érdekében. Az oktatási infrastruktúra fejlesztések, az épületek korszerűsítése, az eszközök megújítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az oktatást vonzóvá tegyék a fiatalok számára. Ennek érdekében került célkitűzésként megfogalmazásra a 21. századi szakképző intézményfejlesztési program megvalósítása is. E program célja a vonzó tanulási környezet létrehozása a szakképzési centrumok intézményeiben, a minőségi szakmai oktatás feltételeinek megteremtése, az intézmények épületeinek, a képzés során használt tantermek, tanműhelyek, laboratóriumok, valamint a közösségi terek, mint például ez a tornaterem vagy egy kollégium, infrastrukturális és energiahatékony fejlesztése, az intézményekben használt eszközök korszerűsítése. Azt szeretném megkérdezni Önöktől, hogy ki tudja, hogy mi fog történni 2070-ben, 75-ben. Hát a jelenlegi nyugdíjrendszer alapján azok, akik most beiratkoznak szeptemberben az intézménybe, nagy valószínűséggel akkor érik el a nyugdíjkorhatárt. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon hosszú távú céljának kell lenni egy oktatási intézmény szakmai, pedagógiai programjának a kialakításához, hiszen azt mondhatjuk, hogy nem mindegy, hogy milyen készség és képesség fog azokban a gyermekekben kialakulni, amelyeket még mi sem tudunk, idősebbek, akik azért már majdnem ezt az ennyi időt éltünk, polgármester úrral együtt, vagy képviselő urakkal, de azt mondhatom, hogy nekünk arra kell fölkészíteni a diákokat, hogy éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyek bennünket is elértek. Ha megnézzük a világ gazdaságát, akkor azt mondhatjuk, hogy centrumok és perifériák vannak. Mi itt, Hajdúbjar vármegye, Debrecen,
az elmúlt században, évtizedben a periférián voltunk. 5000 milliárd forint értékű beruházás érkezett Hajdúbi harmegyébe. Na, ehhez képest eltörpül a 2,5 milliárd forintos beruházás a közgazdasági iskolának a felújítására. Viszont önmagában kimondani azt, hogy 2,5 milliárd forintból megújul egy oktatási intézmény, ez egy bődületes szám. Miért fontos az, hogy az iskolásokra is, illetve a megfelelő minőségű oktatásra is odafigyeljenek a megyében és Magyarországon? Még szerencsére ott tartunk, hogy mégis az ember irányítja a természetnek azt a részét, amikor egy épületet megépítünk, termelő gépeket, automatákat, robotokat helyezünk el egy gyárban, de mégis kellenek hozzá azok az emberek, akik egyrészt a szoftverfejlesztése, karbantartással, üzemeltetéssel dolgoznak. Ez a következő évtizedekben, azt gondolom a következő 50 évben minimum úgy lesz, hogy kellenek azok az emberek, akik képesek lesznek arra, akár a mesterséges intelligencia alkalmazásával is, de természetesen az, hogy milyen készségképességet talál meg egy szakképzési rendszerben, egy technikumban, alapvetően meghatározza, hogy a következő évtizedekben ők mennyire tudnak alkalmazkodni az új technológiához. Mondhatjuk azt, hogy a 2070-ben, aki várhatóan nyugdíjban mennek azok a gyerekek, akik ma beiskolázásra kerülnek, hogy ők vajon a következő években milyen kihívásoknak fognak eleget tenni. Nyilván maga az oktatás, amire föl tud készülni, megfelelő infrastruktúra legyen, megfelelő képzettségű szakoktatók, pedagógusok legyenek, és legyenek meg azok az eszközök, amelyek a jelenlegi technológiának a legmodernebb változatát adják. Ez az intézmény felújítási programban, én külön kiemelem azt, hogy olyan laborok fognak rendelkezésre állni a gyerekeknek, ami már valóban a 21. századi innovációt tudja biztosítani, és átadja azokat az információkat, amelyeket egyébként a gyakorlati életben is lehet majd alkalmazni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy hát a gyermekekre idézőjelben csak a tanároknak és az igazgatónak kell odafigyelnie. Viszont ez már elég régóta túlnyúl ezen. Milyen a vármegyei önkormányzat és a szakképzési centrumok közötti kapcsolat, illetve miért fontos, hogy legyen közöttük kapcsolat? Mi minden évben áttekintjük a szakképzési centrumnak a tevékenységét, milyen fejlesztések vannak, milyen oktatási program, milyen infrastruktúrális fejlesztések vannak, és az a célunk, hogy a megyében egységes képzési struktúra alakuljon ki. Attól függetlenül, hogy valaki Debrecenben, Berettyóújfaluban, Hajdúszoboszlón, Püspökladányban vagy Polgáron tanul, kapja meg azokat a lehetőségeket, hiszen mi egy gazdasági térség vagyunk, mi egy centrummal fogunk fejlődni, nem csak Debrecen, hanem ez a térség, és ezért fontos, hogy egyrészt a népesség megtartása szempontjából nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ne kelljen ingázni, hiszen ugyanazt a képzést megkapja, ugyanazt a gyakorlati képzésben lehetősége van megfelelő helyen igénybe venni és dolgozni, akkor igazából egyfajta jövőképet is tudunk biztosítani azoknak, akik itt képzelik el a jövőjüket. Nagyon hosszú előkészítő munka tette ezt lehetővé, hogy idáig eljussunk. A projekt fő célja az A-épületrész teljes körű energetikai korszerűsítése, melynek során a létesítmény energiahatékonysága számottevően nőni fog. Ennek eredményeképpen egy talajszondás, hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer és egy 50 kilovoltos naperőmű fogja ezt a funkciót szolgálni. Ennek eredményeképpen a épület energiafelhasználása közel nulla lesz, még terhelt állapotban is alig fogja elérni az eddigi 30%-ot. Az energetikai beruházáson túl az épület teljes víz- és homlokzat szigetelést kap, valamint az összes nyilászárót igaz kicseréljük. A termek teljes körűen felújításra kerülnek, új bútorzattal lesznek ellátva, és okos termek gazdagítják az oktatási folyamatot. A közgazdaság azatot új számítógépekkel szereljük fel, míg az informatikai területen Cisco laborok segítik a rendszergazdák képzését. Az elektrotechnikai ágazatban robotikai laborok segítik az ipari informatikus technikus képzést. Az oktatók munkakörzete is megújul természetesen, új tanári szabák teljesítik majd ezt a funkciót. Az iskola központúra is felújításra kerül, és új közösségi terek kialakítása is meg fog történni. Az iskola biztonság technikáját és kényelmét is szem előtt tartjuk mindenféleképpen. A első és a hátsó bejáratok teljes mértékben megújulnak, beléptető rendszerek kiépítése is sorra fog kerülni.
A gyengeárum elektronikai rendszer is megújul, minden teremben optikai hálózati elérési végpontokat építünk ki. A parkolási lehetőségeket is segítjük és fejlesszük. A hátsó bejárathoz kerül át egy 30 férőhelyes parkolórendszer, amelyben két elektromos töltőállomást is kiépítünk. Ebellett a fő bejárat mellett, igaz, egy 50 fős biciklitárolót is természetesen építünk a biciklivel érkező tanulóink részére. Ezekhez a feladatokhoz kívánok nagyon jó munkát mindenkinek, és szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik részt vettek ennek a projektnek az előkészítésében.